Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Egy új csarnokot is átadtak, 30 éves lett a Tambó Kft. Veterán járművek Perec Kalács idén is megrendezték a Regélyi Falu Napot. Az egész országból érkeztek a fellépők, nótás találkozót rendeztek Regélyben. 300 éve érkeztek a német telepesek, emléktáblát adtak át Szakadáton. Június 23-án ünnepelte a 30. évfordulóját a Tambau Kft. A rendezvényen közel 100-an vettek részt, és miután felidézték a cég történetét, egy új csarnok átadására is sor került, délután pedig nyílt nappal várták az érdeklődőket. Június 23-án tartotta 30 éves megalakulásának évfordulóját a Tambau Kft. Az eseményen felidézték az elmúlt 3 évtizedet, és ünnepélyes keretek között átadtak egy új csarnokot is. A cég fontos szerepet játszik Tamási életében, hiszen folyamatos együttműködésben vannak a várossal, és közel 100 embernek biztosítanak munkahelyet. Én azt gondolom, hogy talán mondhatom azt, hogy egy viszonylag szerencsés időszakban vagyunk, és most eltekintve a mindennapos konfrontációktól, konfliktus helyzetektől, időszakoktól, gyakorlatilag a fejlődésünk nagy részét azok az operatív programok adják, amely például jelen kormányzatunknak is az egyik támogató segítőkész működését jellemzi. Az itten kiállított gépeink, amely a Caterpillar gépcsaládnak a tagjai közül valók, mindenképpen a 21. század legmagasabb műszaki színvonalát képezik. Természetesen az operatív programok során nyert támogatással tudtuk őket megvásárolni. A következő pillanatokban átadásra kerülő csarnoképületben lévő technológiai egység is operatív támogatással tudott megvalósulni. Országgyűlési képviselő úrral én azt gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolunk, oda-vissza érvényes módon, aminek én nagyon tudok örülni, gyakorta érdeklődik gazdasági tevékenységünk, és ha úgy tetszik, hogy létünk iránt, ugyanezt el tudom mondani megyei elnök úrról, rendszeresek a konzultációink és a találkozóink, és a polgármester úrral, illetve a Tamási település önkormányzatával, a polgármesteri hivatal munkatársaival ugyanezt el tudom mondani. Tehát azt kell mondjam, hogy a régió, a település, a környezet az gyakorlatilag pozitív és jó hatással bír a társaságom létére és működésére. Én azt gondolom, tekintettel arra, hogy a dolgozóink jelenleg statisztikai értelemben 95 főt számlálunk, a dolgozóink 100, azaz 100%-a, az a régióból kikerülő munka végző. Én gondolatom szerint ennek a pozitív hatása is megmutatkozik a régióban. Érzékeljük és érezzük a településekről, illetve a környezetünkről felénk irányított érdeklődést. Én nagyon bízom abban, hogy mind szakmai, mind pedig a társadalmi felelősségvállalás keretein belül föllelhető tevékenységünkkel meg tudunk felelni azoknak az elvárásoknak, amely egyébként egy magát nevesítette lokálpatriótának hívó cég részéről elvárható. A Tambau Kft. A város egyik legrégibb vállalkozása a cége, az egyik legnagyobb foglalkoztató. Helyi vagy környékbeli munkaerővel, magyar tőkével, magyar vállalkozás helyben. Azt gondolom, ezt minden településnek meg kell becsülni, és így vagyunk ezzel mi is Tamásiban. A cég ügyvezetője és tulajdonosa Kólya József, aki nagyon sokat segít nekünk, nem csak a különböző építőipari beruházásokban, hanem a nagyon komoly társadalmi szerepvállalás is van a Tambau Kft. Mögött. Egyébként pedig fontos partnere a városnak olyan tekintetben, hogy az elmúlt, akár csak másfél évtizedben összeszámoltam, közel 100 kisebb-nagyobb olyan beruházás volt, ami a Tambau Kft. Nevéhez kötődik. Ebben benne vannak a legkisebb járdaszakaszoktól egészen mondjuk a kerékpáros pálya, a velodrom pálya építésén át a több mint 30 km hosszúságú kerékpárutak a városon belül, vagy Pári, vagy Regőfele, ez mind Tambau Kft.-s munka volt.
vagy a fürdő melletti aktív park, és sorolhatnám tovább azokat a utakat, járdákat, csapadékvizelzelő rendszereket, amelyeket ők építettek. És hát ha a társadalmi szerepvállalást nézem, az is nagyon komoly. A kézilabda klub, az atlétika klub névadója és szponzora a Tambaú Kft. Itt a atlétika pálya kiépítésében is nagyon komoly szerepet játszottak, de a sport egyéb, tehát más sportegyesületek, civil szervezetek mindig számíthatnak a Tambaú Kft.-re, és a város is számíthat a Tambaú Kft.-re. Azt gondolom, hogy ez egy tényleg egy élő kapcsolat közöttünk, és hát ez a 30 év, ez nagyon szép kerek jubileum. Itt egy új környezetbe költöztek néhány évet az északi iparterületre, ami intenzív bővítésen ment át az elmúlt néhány évben, és ezt szeretné a városvezetés folytatni, ezt a iparterület bővítés új területek föltárásával. A rendezvényen Süli János országgyűlési képviselő is részt vett, és elmondta, milyen fontos, hogy ekkora magyar cég szerepe Torna megyében és az egész országban. Hál' Istennek nem csak ez a Kft. Van, aki ugye olyan munkákat végez, ami mélyépítő munka, útépítés, vizes munkák. Örülünk, hogy több lábonállás van, így a versenyben több Torna megyei cég tudja megméretni magát. És ugye ez egy családi vállalkozásként indult, 30 éves, túl van az élet felnőtt kor elején, és ugye ez is bizonyítja, hogy a magyar cégek is tudnak előre jutni, és itt is felsorolhatnánk, megvan az a lista, hogy hány pályázatot sikerült, hány gépet nyerni, amivel a terepi munkát tudják magasabb színvonalon végezni, illetve az előre gyártott szerkezetekhez is megfelelő minőséget tudnak, és ugye az is egy fontos dolog, hogy nem csak ipari vállalkozásként működnek, hanem a lakosságnak is szolgáltatnak, tehát piaci termékként bármit itt meg lehet rendelni, ami a lakosság számára nagyon fontos, szóval akkor nem kell máshonnan beszerezni, akár az előre gyártott beton, de aknákat, egyebet, tehát ez is egy fontos tevékenység a cégnek, hogy a lakossági piacon is itt van. És a másik, hogy 100 főt foglalkoztat, ami nem mindegyik 100 családnak ad megélhetést, és hogy ez az árbevétel már jelentős adót is jelent, meg a telephely mérete az önkormányzatnak is jelentős befizetője, ami megint az önkormányzatnak nem mindegy. Itt a telephelyünkön egy én általam is, én azt gondolom, szerénytelenség nélkül mind műszaki színvonalát, mind a humán erőforrás foglalkoztatását illetően egy 21. századi telephelyet tudtunk csinálni, törekedvén arra, hogy megfeleljünk a piac mindennemű kihívásainak. Legyenek ezek a kihívások szakmai, legyenek ezek humán jellegű kihívások, és meg tudjunk felelni, és megmaradjon az a Tambaú Kft.-s szokás, hogy napról napra, hónapról hónapra, évről évre egy picit gyarapodni tudunk. A Tambaú Kft. 30 éves jubileumának ünnepe nem ért véget az ebéddel, hiszen délután 2-től nyílt nap várta az érdeklődőket. Regőiben a falunapon található a Perec Kalács Fesztivál és a veterángépjármű találkozó is. A három rendezvény egyesítésével nem csak nagyobb közönséget tudnak a településre vonzani, hanem színesebb, családi programokkal is szolgálnak az érdeklődők számára. Idén is megrendezték a Regői Perec Kalács Fesztivállal és veterángépjármű találkozóval egybekötött falunapot. A rendezvényekhez már pár éve egybe tartják, így egy sokkal nagyobb közönséget tudnak Regőibe összehozni. Ez a Regői Falunapok, Perec Kalács Fesztivál és veterángépjármű találkozó. A Perec Kalács Fesztivál az később csatlakozott ehhez a rendezvényhöz, ez egy helyi, speciális étel. A veterán találkozó az 21. alkalommal kerül megrendezésre, a falunapi rendezvényünk pedig 25. alkalommal. Így tudunk a családoknak egy teljes kerek családi programot biztosítani, a legkisebbektől, majdnem a nulla évesektől, a legidősebbekig, a 100 évesekig akár. Ilyenkor a falunapi rendezvényen nyugodtan merem mondani, hogy Regői népessége legalább megduplázódik. Vannak olyan időszakok, amikor szerintem akár 3-4-szer annyian is vagyunk, mint amennyien szoktunk lenni. Tavaly volt a Delta együttes, mint sztárvendég, az idei évben pedig a Desperado fog érkezni.
tavaly a Delta együtteskor én szerintem több mint 3000 ember volt a rendezvény helyszínén. Reggeli 1000 létszámához képest ez egy jelentős dolog, én úgy gondolom. A programok nagyon változatosak, a kulturális műsor és a különböző játékok mellett az érdeklődők régi motorokat, járműveket is megtekinthettek, de volt lehetőség egyik másikon egy kicsit még utazni is. Helyi kórusaink és a környékbeli kórusok vannak, akik fellépnek általában, illetve különböző néptáncos, most éppen a Laguna néptánc csoport, vagy Laguna csoport érkezik hozzánk rövidesen. A veterángépjármű találkozón pedig különböző korú motorok, mezőgazdasági gépek és autók vesznek részt. A veterán találkozóra az ország, sőt az ország határon kívül, tehát az ország minden pontjáról, illetve az ország határokon kívülről is érkeznek. Attól függ, hogy milyen idő, hál' Istennek most az idő velünk van. Általában ilyenkor mindig viszonylag jó idő szokott lenni. Eddig egyetlen egy alkalommal volt, amikor az idő megviccelt kis hiány bennünket, de akkor is meg sikerült tartanunk a rendezvényt. A legkülönlegesebb talán a veterán gépjármű találkozó, hiszen ez országos szinten is ritkaságnak számít. Regőjben is található egy egyesület, ami erre specializálódott. Hát van egy veterán egyesületünk, ők járják az országot szintén úgy, ahogy a többiek. Nagyon büszkék a gépeikre, ezek egyedi és nagyon sok pénzbe kerülő gépek. Ezek olyan eszközök, illetve autók, motorok, amik nem reprodukálhatók már. Tehát mindegyikőjük nagyon vigyáz ezekre, nagyon sok idejüket, pénzüket rádozzák arra, hogy ezek üzemképesek legyenek, és a lehető legautentikusabb módon mutassák be az akkori állapotot. Tehát ők nagyon büszkék ezekre a gépekre, és ők indították ezt, hogy szeretnének egy ilyen veterán találkozót tartani, és ezt hozzákapcsoltuk a falunapi rendezvényhöz, ami én úgy gondolom, hogy így kerek egész, és így jó egy családi programnak. Másodszor vagyok itt, és nagyon kellemes élményeim voltak a tavalyi találkozóval kapcsolatosan is. Nagyon szívélyesen fogadtak, és hát nagyon barátságos, olyan családi az egész hangulat. Az egy Ella Hofer motor, ami több mint 100 éves egyébként. És hát korábban az enyém volt, és a Laci újította fel, és nagyon szépen rendelkedte. Arra büszke vagyok, hogy hát most az ő tulajdonába, illetve jó helyre kerül. És hát itt elég sokan a csodájára jártak. Egy ilyen komplikált rendezvény megszervezése nem kis erőfeszítés, és a település különböző egyesületei és civil szervezetei is összefognak az önkormányzattal, hogy ezt a nagyszabású rendezvényt minden évben meg tudják szervezni a több ezer érdeklődő részére. Hatalmas munka ezt megrendezni. Nagyon sok civil szervezetünk dolgozik a háttérben ilyenkor. A Pereckalács sütésben az egyik civil szervezetünk vesz részt. Ez erről szól ez a rendezvény, tehát itt folyamatos mozgás van, az autók, motorok ezek folyamatosan mozognak. Különböző, tehát a veterán egyesületünk az pedig a veterán rész szervezi, és így össze dolgozzuk ezt az egész különböző programrészeket egy egész családi programmá. Az idei regői falunapra is rengetegen érkeztek, minden generációból és az ország legkülönbözőbb részeiről. Idén is megrendezték a regői magyar nótás találkozót, az eseményre idén is az ország különböző pontjairól érkeztek az énekesek és az érdeklődők is. A fellépéseket egy bőséges vacsora, majd hajnalig tartó bál követte. Vett a rúzsát, bántikás falakon, fújja a szél, rajta a szajlapon. Ha nem fújja, magam is lobogtatom ezt a szőkét, ide csatogatom a sötétben. Június 10-én rendezték meg a magyar nótás találkozót Regőjében. Az esemény országos szinten az egyik legénekesebb magyar nótás találkozó, így minden évben rengeteg helyről érkeznek országszerte a fellépők és az érdeklődők. Egy hagyományőrző rendezvényünk ez a mai, a magyar nóta magyar nótás találkozót rendezünk ma is, ez már egy hagyomány nálunk, több éve rendezzük, egy lelkes kis közösség, aki nagyon szeretné magyar nótát, ő a szervezője ennek az egész folyamatnak. És a Regőjét Egyesület, mint civil szervezetünk hozzá segít, és ő adja a civil keretet hozzá. Településen is egyre fokozódik az érdeklődés, de azért mérsékelt, főleg a vidékiek vannak itt, de örülünk nekik, hogy megtisztelik Regőjét és viszik Regőj jó hírét. Szeledeli Margit, amellett, hogy ő maga is közel 20 éve nótákat is énekel, hívja össze a fellépőket a regői rendezvényre. Ez a 9. fellépésünk, 9. éve. Minden évben
egyszer meg tudjuk rendezni ezt a szép nótaműsort, és nagy örömmel jönnek az emberek, akár 300 kilométerről is eljönnek. És akkor az énekesek azok nagy szeretettel jönnek, alig várják, hogy megrendezzük ezt a műsort. Nagy örömmel távoznak a nézők is, vendégek is, ők is. És így ápoljuk a magyar nótát. De boldogságom tudom nálam megtalálom, hol? Ebben a téli A település művelődési házába egy egész teremnyi vendég érkezett, hogy együtt ünnepeljék a magyar nótát. A fellépések után természetesen nem ért véget a program, hiszen a vacsorát egy bál követi. A mai program az, hogy itt énekelünk 14-en, lemegy a műsor, utána vacsora, és utána lesz egy másik zenekar, aki szolgáltatja a bált. És akkor éjfélig mulatás. Az érdeklődés nagy, de az igazság, hogy a fiatalok nem annyira, középkorúak és az idősebbek. Hát ők szeretik ezt a műfajt. A regői nótás találkozóra nem csak az érdeklődők, de a fellépők is országszerte érkeznek. A fellépők nem csak regőből, nagyon kevés regői fellépőnk van, vidéki fellépőink vannak, de egy fix csapat kezd kialakulni, akik a magyar nótások, ezek egy elég szűk kis közösség, és az ország minden tájáról, Nádasladányról, Szekszárdról több helyről jönnek hozzánk. Az ország minden részéről, Kőröshegyről, Siófokról, tehát az ország minden részéről, és nagyon nagy szeretettel jönnek, sőt Győr mellől is ide érkeztek énekesek. Itt alszanak, van egy vendégház, aki nem tud hazamenni, az itt alszik, és másnap megy el. És akkor éjfélig, 2 óráig mulatás. És akkor ezzel megint vége, és várják a következő évet, hogy mikor rendezzük meg újra. A rendezvény, amellett, hogy egy különleges műfaj ápolását tűzte ki célul, a magyar nóta énekesek közösségének is fontos eseményévé vált. Zengővárkönyvből érkeztem, és hát amióta megszülettem énekelek, de igazándiból, hát hány éve, 10 éve körülbelül kezdtem el versenyekre járni, meg előadásokra. De egyébként nagyon kevés a lehetőség a nótásoknak igazi cigány zenébe föllépni, elég drága műfaj, ha úgy tetszik, és ezt itt helyben, hál' Istennek, helyén kezelik és megtámogatják. Elmondhatom, hogy elég különleges, mert valóban olyan szívesen jönnek és alig várják, szinte ez az egy rendezvény ekkora volumenben, mert még Szekszárdon sincs ekkora volumenű magyar nóta a rendezvény, mint Regőjbe. Június 17-én szombaton adták át a Szakadáti Tájházban a betelepítés 300. évfordulójának alkalmából az erre készült emléktáblát. Az átadót egy színes műsor és ebéd előzte meg, majd a koszorúzást követően egy kis mulatsággal zárták a napot. Szakadáton egy emléktáblát adtak át a németek 300 éves betelepülése alkalmából. A rendezvényre a település tájházában került sor, és a táblát egy színes műsor keretében avatták fel az ebbe gyűltek június 17-én. Tulajdonképpen ez még mindig egy német ajkú település, és egyre németesebb lesz, hiszen rengeteg család költözött ide Németországba, fiatalok és idősebbek is, és amúgy is egy német ajkú település volt, és nekünk, nekem ez a szívem legnagyobb ágya, hogy ezt a 300 éves jubileumot megtartsuk, és emlékezzünk őseinkre, akik 300 évvel ezelőtt elkezdték ezt a falut felépíteni a semmibe, hiszen 100 évig lakatlan volt ez a település. 300 éve
települtek ide németek vagy svábok, és ez olyan megható történet, hogy ők milyen viszontagságos körülmények között jutottak el ide szakadátra. Ezt nem is lehet ilyen pár percre elmondani. Dolgos-szolgos emberek jöttek ide, és ezt a szakadátot ahhoz képest fölvirágoztatták, hogy honnan jöttek. Szakadáton a hagyományőrzés fontos része a mindennapoknak, így a település eseményeire mindig nagy számban érkeznek az érdeklődők a faluból és azon kívül is. Elmondhatom, hogy a közmeghallgatástól, minden eseménytől szakadátiak nem passzívak. Ők szívesen jönnek, kritikát mondanak, elismerik a tevékenységünket, úgyhogy sok nagy településsel is fölvesszük a látogatottság szempontjából a versenyt. Erre külön büszke vagyok, ez 98 óta mondom, azóta vagyok polgármester. Még tovább fokozzuk ezt az ünnepi sorozatot, most a július 1-én, ugye 19-ben volt a falunap, és most még egyszer megpróbáljuk megtartani. A németség kultúrájának ápolása az identitás megerősítésének és megőrzésének elengedhetetlen része, és az ide települő német családok és a település történelme miatt is szakadát kiemelkedően teljesít ezen a téren. Én úgy gondolom, hogy a Tolna megyei és tágabb értelemben a magyarországi németség számára nagyon fontos az identitás, és elsősorban még a nyelvnek a megőrzése, továbbadása a következő generáció számára, és én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a magyarországi németség és a Tolna megyei németség nagyon sok mindent tesz. Különböző nemzetiségi rendezvényeken, iskolák fenntartásán, óvodák fenntartásán keresztül. Szakadát, ez kicsit hadd lejekszem, és nekem nagyon a szívem csücske lévén, hogy én ebből a kis településről származok, és ez a tájház tulajdonképpen a nagyszüleimnek, az apai nagyapámnak a szülőháza is volt, illetőleg itt nevelkedett, és ezért ezzel szállal kötődök a mai napig ehhez a településhez. Egy nagyon effektíve, nagyon ütőképes, nagyon lelkes nemzetiségi német önkormányzat egyesület van itt, amelynek számos rendezvénye van az év folyamán. Többek között ezt a kis tájházat is fenntartja, ami azért egyedi, mert nem csak egy skanze, hogy így mondhassuk róla, hanem tulajdonképpen élettel töltik meg, például a mai rendezvény, amikor is a betelepítésnek a 300 éves évfordulóját ünneplik meg. Tehát egy nagyon aktív nemzetiségi életet élnek itt az emberek, és én úgy gondolom, hogy ez példaérték az egész megyében. A rendezvény a műsor követően egy bállal zárult. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!